Király Iván nap a Farádi Általános Iskolában. Ejtlerné Takács Mónika pedagógus elmondta, a programok segítségével betekintést nyújtottak a tanintézmény névadójának, Király Ivánnak az életébe. Hagyományainkhoz híven az idei ősszel is megrendeztük iskolánkban a Király Iván napot. Ez az az esemény, amelyen iskolánk névadójára, az ornitológus és tanár Király Ivánra emlékezünk. 2006-ban vette fel iskolánk az ő nevét, és ekkor helyeztük el emléktábláját az iskola falán. Azóta minden évben, szeptember második felében tartjuk meg ezt a projektnapot, Király Iván születésnapjának évfordulója környékén. Ez egy egésznapos rendezvény, melyet iskolánk diák önkormányzata és szülői szervezete együtt készít elő és közösen bonyolít rá. Minden évben próbálunk színes programokat kitalálni, amelyen a gyerekek is jól érezhetik magukat. Ezt a napot a szabadban, a természetben töltjük. A reggel megemlékezéssel kezdjük a napot, felidézzük a hanság kutató életét és munkásságát, verssel, dallal és koszorúzással tisztelgünk az emléke előtt. Idén az alsósok a Farádi lovaspályán töltik a délelőttöt, ahol akadályversenyeken vesznek részt, sokat mozognak, játszanak a friss levegőn, a felsősök pedig gyalogtúrára mennek a Hanyba. Különböző állomásokon kell feladatokat végrehajtaniuk, például Király Iván életével kapcsolatban kell kérdésekre válaszolniuk, természettotót kell kitölteniük, illetve akadálypályán kell végigmenniük. A legvégén természetesen a finom közös ebéd és a díjazás sem marad el. Az ebédet Potyondi Veronika képviselő irányításával a szülők készítik el. Ezúton is szeretnénk nekik megköszönni az önzetlen segítséget. A természetjárás jegyében telik tehát ez a nap. Nem véletlen, hisz Király Iván is a természet, a hanság és a madárvilág szerelmese volt. Nagyon szerette ezt a vidéket, kiválóan ismerte a hanságban élő madarakat, és igyekezett tanítványaival is ezt megszerettetni és a tudását továbbadni. Az ő példáján keresztül próbáljuk mi is a diákjainkat a természettudatosságra és a szülőföld szeretetére nevelni. Műsorunkban a Király Iván napon rendezett versenyek eredményhirdetését mutatjuk be. Na, gondolom már nagyon vártátok a napnak ezt a pillanatát, hogy kihirdessük az eredményeket. Hát megszülettek az eredmények, elkészítettük az okleveleket, összeadtuk a pontokat, osztottunk, szoroztunk. És először az alsó tagozatosoknak szeretném akkor elmondani az eredményt. Ugye ti osztályonként vettetek részt az akadályversenyen, így 4 csapat indult ugye alsó tagozaton. A 4. helyezést a nyerő csapat érte el. Legyenek jó, Vikinénktől meg alakítunk. Jó, 3. helyezett, ugye ez már dobogós hely, 3. helyezett lett a MAK nevű csapat. Gratulálunk! Jó, 2. helyezett lett, tehát egyel csúszott le a dobogóról a Csipet csapat nevű csapat. Jó, és akkor az 1. helyezett csapat már úgyis gondolja, a felsőbe igazából 8 csapat volt, mert osztályonként 2 csapat vett része az akadályversenyen, az akadálypályán, illetve töltötte ki a tesztkérdéseket, meg a dal, meg a csatakiáltás, ugye ezeket pontoztuk. A 3. helyezett lett a Senkik csapata 7. osztályból. Jó, 2. helyezett lett a Lőtestvérek és az Emberek csapata. Nagyon szép volt a menetlevél is. És 1. helyezett lett, és itt szeretném megdicsérni, mert nagyon gyönyörű menetlevelet csináltak, úgyhogy érdemes, mert nézzétek meg, tegyétek majd ki a Fali újságra. A Hanyi Manók csapata a 8. osztályból nagyon igényes, nagyon szép volt. Gratulálunk, és a maximumnál több ponttal, mert 20 pontot is kaptak. Tegnap a 7.-8. diákjaink közül nyíltapon vettek részt Karcsi tanárbácsival a gyerekek a kapuvári katasztrófa védelmi kirendeltsége, és ott teszteket töltöttek ki, nagyon ügyesek voltak, és a mai napon meglátogattak a katasztrófa védelmi kirendeltségről szakemberek, és átadták, hogy adjam át, és minden elismerésüket adjam, tolmácsoljam. Horváth Ádám 7. osztályos tanuló nagyon ügyesen töltötte ki a tesztet, tehát a te ajándékot, illetve
szépen, Horváth Dániel, 8. Akkor a kis meglepetés minden osztálynak jár, illetve akik a dobogós helyezést értek el, azoknak egy picivel kis több édesség jut, úgyhogy oda megyek az osztályokhoz, és mindenkinek akkor kiosztom, jó? És gratulálok, hogy végigcsináltátok ezt a hosszú szórát. Remélem, jól elvált.